Járok most konditerembe, meg így alapvetően is elkezdtem fogyózni. Engem nagyon idegesít egyébként az, hogyha valaki nagyon sokat beszél a fogyókúrájáról. Ez egy nagyon irritáló dolog. Annál már csak az a rosszabb, hogyha valaki arról beszél sokat, hogy mennyire nem kell fogyókúráznia. Van egy ilyen ismerősöm, ez a... Nem tudom, bármit csinálok, egyszerűen nem tudok meghízni. Tényleg, akármit zabálok este 6 után nyilván, semmi, egy deka se. Ha hízok, nagy ritkán, akkor is csak merre. Most ne röhög. Tudod, milyen nehéz öltözködni? Felül D-kosár, alul gyerekosztály. És hogy tényleg csak úgy egy kérdés, hogy így, miért nem pusztulnak el ezek az emberek? Hogy... Nem akarok gonosz tenni. Semmi bajom nincsen azzal, hogyha valaki gyönyörű, és nem kell érte tennie semmit, csak csinálja otthon 4 fal között. Ha? Ezt a dolgot kell ott csinálni. Hát mi, hogyha lesz egy gyerekem, majd megyünk az utcán, ott egy gyönyörű ember megkérdezi, hogy anya, ő micsoda, ne nézz oda! Ő nagyon más, ilyenek nincsenek! Nagyon sokat fogyóztam, és még engem is meg tudnak lepni az ilyen új diéták, meg ilyen fogyókúrás tippek. Múltkor olvastam, hogy az idegeskedés is fogyaszt. Hát amióta ezt megtudtam, gyakrabban hívom anyámat. Az van, hogy nagyon szeretem édesanyámat, de a beszélgetésünk egy jelentős része az inkább a petesejtem körül forog. A másik részében pedig fogalmam sincs, hogy igazából mit gondol rólam, mert múltkor nagyon unatkoztam, így olvasgattam a horoszkópot, arra voltam kíváncsi, hogy mi az aszcendensem. Ez azt kell tudnod, hogy hány órakor születtél. Úgyhogy fölhívtam anyumat, hogy szia anya, meg tudod mondani, hogy pontosan mikor születtem? Várjál, pedig ezt tudom. Vagy 92. Igen, azt hiszem 92. És hogy én ezzel a mai napig nem tudok tovább lépni, hogy benne ténylegesen felmerült, hogy én 28 évesen azért fölhívom, hogy hányban születtem. Én esküszöm, nem szoktam ilyenekkel hívogatni, hogy szia anya, milyen nap van, hányat írunk, hogy kell levegőt venni, segíts már tényleg. Nem szoktam ilyet. És hát egyébként szerintem mindenkinek van már ilyen élménye, hogy azért idegesítő az anyukákkal beszélni egy idő után, mert rá tudnak tapintani a gyenge pontjaidra, pont akkor tudnak visszakérdezni, amikor a legjobban fáj. És hogy szerintem ők ezt nem direkt csinálják. Tehát ők nem direkt idegesítenek minket, csak amikor mi gyerekek voltunk, mi idegesítettük őket. És így próbálják meg visszaadni. Nem szándékosan, hanem így tudat alatt, de... Szerintem ez úgy van, hogy édesanyám ül otthon, és gondolkozik, hogy ó, a kis Fruzsi, haj. Emlékszem, amikor voltunk még gyerekkorában a plázába, és 3 helyet csak 2 ajándékot kapott. Végig bőgte a hazautat. Jaj. Földre vágódott, mindenki minket nézett, nagyon kínos volt. Jaj. Hát föl is hívom, hogy működik az Instagram. Apukámmal más beszélni, mert apukám szeret ilyen nagyon terjengősen beszélni, nagyon hosszan, nagyon nem lényeges dolgokról. Nem azt mondom, hogy fárasztó apámmal beszélni, de volt már, hogy az ügyfélszolgálatos rakta le előbb. Akkor nem mondom el az új díszjavagot, visszahalvad. Nem ért neki se annyit ez az egész munka. És hát mivel ugye elkezdtem most a fogyókúrát, ezért elkezdtem főzni, meg ugye karantén alatt is ez egy jó elfoglaltság volt, és mindenki mondta, hogy hú, hát milyen jó főzni, milyen megnyugtató, meg mekkora flow élmény. Nem szeretek főzni, nem. Tehát engem kiborít, engem csak idegesít, de komolyan, szóval egy szükséges rossz. Nem tudom, vannak emberek, akik szokták mondani, hogy ha stresszes vagyok, akkor mindig takarítok, mert az úgy oldja bennem a feszültséget. Hát én meg iszok. Engem nagyon idegesítenek a receptek. Matekból megalázás, hogy gram, dekagram, vásd, de hát hogy is volt 10, 100, na? De nekem nincs egyáltalán szemmértékem. Tehát én nem tudom, hogy mennyi a 25 gram. Azt tudom, hogy mennyi az 1 gram, de hát... Az csak az egyetemi évek miatt, és
Hát mennyi 25 ösztöndíjból éltünk? Annyit nem látunk még így összesen, hogy... És akkor a recept, hogyha nem mértékegységet használ, akkor majd használ rövidítéseket. Ugye? Kiderült, az MK az mokkás kanál. Nem pedig merőkanál. Hát kicsit jobban csípett az a csilikon kárnéját. De tényleg, aki szerint megnyugtató a sütés-főzés, az még nem látott házi asszonyt, aki arra vár, hogy felemelkedjen a piskóta. Anyám úgy beszél a sütőben levő piskótához, mint akivel éppen kaputelefonon szakítanak. Nem hiszem el, hogy ezt csinálod velem. Hát itt az egész család, gyere már fel. Én mindent beléd tettem. Rohadt mocsok.